hogy én is lehet külsősű. Fogadják a szeretettel, és fogadják a szeretettel. Jelentéktelennek érzem magam.
meghallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem hallgatva. Döndödöm, alászorult. Hát ez nem vesz, kikérem magamnak! Mika maga, Mika maga. Azt mondja,
Szóval ez itt, hogy ez itt ember. És minden sor egymás alá van írva, és minden sor hagyhetővel van kezdve. Akkor miért nem vers? Hát, mert csak. Lássuk a következőt! Ki az? Én vagyok! Bruckner Siegfried, kétszeres Bruckner Siegfried díjas, költő és előadó művész. Ejj, a kőcsúkanyó! A szobában lakik itt bent! Állj! Ezt nem te írtad! Hát akkor ki a csoda voltál? Ki a csoda érte volna? Nem ez az én írásom. Jó, de ezt a verset már rég megírta Petőfi Sándor. Ki az a Petőfi Sándor? Elég szégyen, ha nem tudod, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves saját költeményt előadni. Itt csalással nem élsz meg. Na jó, tudok egy mást. Édesüssetek. Bruckner. Ej, mi a kőcsúkanyó? A szobában lakik itt bent, lent, fent. Nem ér. Ugyanazt mondod, csak kitekelve. És ráadásul rím sincs benne. Miért? Rímnek is kéne benne lennie? Hát nem árt. De akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Légy szíves saját költeményt előadni. Na jó, akkor nem az anyám csütját mondom. Bruckner Siegfried, kétszeres Bruckner Siegfried díjas, költő és előadó. Ejj, a kőcsúkapó. Szobában lakik itt bent, lent, fent. Csaló! Ne! Végítő! Szélhámos! Annak szélhámos vagy! Szélhámos! Elég! Csend legyen! Ki következik? Én. Halljuk! Én, mert én is írtam egy verset. Legszebb válasz az anakonda, de nem tudja ezt anakonda. Ha rátenál egy amakondát, széttipornám az anakondát. Ez meg miféle vers? Ennyi erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt amaménes. Ha rátenálnék amaménest, széttipornám az anaménes. Vagy azt is mondhattad volna, hogy legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt anacsorda. Ha rátenálnék anacsordát, széttipornál az anacsordát. És azt nem mondanátok meg, hogy milyen csodát jelent az anacsorda, meg az anaménes? Ugyanazt, amit az anakonda, azaz semmi. Az anakonda igenis egy állat, igenis egy állat. Dél-amerikai óriás kígyó. Az áldozatát körülgyűrűzi, és összeroppantja. Hát, Zoékám, legyen neked ez a legszebb állat. Hát, kedves Zoé, kérlek szépen, arról van szó, hogy épp költői versenyt rendezünk. Ha van kedved, csatlakozz hozzánk. Szívesen bekapcsolódok hozzátok. Foglalj helyet. Köszönöm szépen. Na, lássuk a következőt. Ki az? Én!
elpusztulok, szarvából lesz a tudat. De ha én elpusztulok, belőlem nem lesz tudat. Hát az biztos, hogy megtalál egy... Most én nem tudok meg! Én, hogy elpusztulok, elpusztulok, reagíltél! Kimerülő kutya volt. Kimerült a zseblámban, nem vagyok erre hegymászó. De kutya volt. Esetleg elfáradt. Miért nem fáradhatna el egy kutya volt? Azért, mert a kutya nagyon nyomja belülről. Jó, jó, de ahogy a verset írtam, az mégiscsak az én találmányom. Ez igaz. Kedves mester, ez találmányok nem az, csak éppen versek. Elég. Halljuk az utolsó versenyt. Ki az? Döm. Döm, itt én is írtam. Döm. Állj! Akkor én meg azt mondom, hogy prampapam, prampapam, prampapapa, prampapam. No, csak azért kiabálsz, mert nem tudod, hogy mit jelent dömdödöm verse. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Még engem is? Hát persze, téged név szerint is megemlítek. Éljen dömdödöm! Adjuk neki a második sort! A Plettás asszonyok című mesét előadja az első B-osztály színjátszós csoportja. Sincs olyan, de még a faluba se találni párját!
Jó, jó, elismerem. Néha egy kicsit sokat beszél, de a főszkének párja nincs. No, de az én feleségem plegykás, a tietek is, az éjültsem mindig csak az igazat mondja. Az én mariskám azt se tudja, mint fentelem a plegyka. Sárikám egy áldott jó asszony. Na, de figyeljetek, emberek, én egy nap alatt be fogom bizonyítani, hogy az egész falu asszonya egyforma plegyka. Na, fogadjunk! Egy liter borba, hogy holnap estére bebizonyítom, hogy az egész falu asszonya egyforma plegyka. Jó van, legyen! No, aztán ment Jankó. Este szép csendesen lefeküdtek. Reggel ugye kelt az asszony, kimentetetni az állatokat. Jankó addig a dúna alá bedugott egy tojást. Te Jankó, veszed teremtette a fajtának? Hát még most is a szájba gubbasztasz? Már rég kimentek az emberek az erdőre, te meg még itthen élsz? Ej, asszony, hát én máma nem mehetek az erdőre. Olyan szörnyűség történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Hát jöjj ki már, mi bajod? Csak nem szellemeket láttál az éjszaka. Jaj, te még attól is rosszabb. Hát jöjj ki már, mi bajod? Ej, asszony, nézd csak, mit tojtam az éjszaka. Hú, hallod a ömbőr! De el ne plekkálja senkinek. Dehogy mondom. Hát már mióta a feleséged vagyok? Sose nem plekkáztam. Na, menjük nyugodtan az erdőre. Miért bámultok így rá? Jankó, hát te itt vagy? Hát így, hol tudom.
is költötted a csirkéket, meg nagyon nagy jégzég lett, meg nagyon nagy kapasuk lett, tíznek, hogy bezápul. Ezt beszél? Hát ez. Na ide figyeljetek, cimborái. Én csak egyet toltam, huncutságból, de 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Na ide a literból. Tekinte, aki jól mulatta, ma is élnek, ha meg nem hallott. A Zsolti tudja, hogy a kedvencem a nuga, a Gábort nem meghozná a huga. A Szandi igen, mert nem is jön el. A múltkor is csak üzente, hogy forrón ölel. A Péter az lökött, de jó azt azért. Az Örs csak menőzik, hogy mindenhez ér. A Petrát hívnám, de meg van rám sérte. Mondjuk a Rékát, végül is még nem. Ha jól számolom, ez épp így gyere. Ne hiszem, mondd el! Úgy sem lesz jó. Jól van, Zoli, hibátlan. Tévedtem, már megint tévedtem. A folyosó még így menni nem merek. Elzsi néni partvisnyél lefenyeget. Nem látod, hogy Yeah.
otthonában, se kacsalában. Hiszen éppen az volt a baj, hogy nem is nagyon forgok. Erre, nem arra! Mondták Emerről. Arra, nem erre! Mondták Amarról. De az iskola bizony nem mozdul sem erre. Merjed, merjed! Mondták az Emerrék. Marjad, marjad! Mondták az Amarrák. Az iskola kicsit szédült ugyan, de tartotta magát. Hanem mered, csak marad a semmibe! Hanem marad, csak mered a semmibe! De az iskola nem mert, mert nem mar. És nem mar, mert nem mert. Imbolygott ugyan erre, támolygott ugyan arra, de maradt a helyén, meredtem. Szédült már mindenki, az igazgatótól a portásig. Félte, kipotyognak. A tanulók ezt nem mentek. Jó, persze, mint a világban! Csak a tanárok sopánkodtak. Jó, jó, de merre az arra? Csak a szülők sápítoztak. Álljon az iskola végre a sarkára! No, ez nekem meredek, inkább mégsem maradok. Így döntött az iskola egy nap, és megrázta magát. Imbolyogva ugyan, de mégiscsak elindult. Erre is, meg arra is, sem erre, s amarra se. Ott aludhatnék a hűt helyét, aki kíváncsi, és mégis forró nyomon keresi, megtalálhatja ugyanott! Én most már csak 10 éves vagyok, akkor meg már 15. De mire én 15 leszek, ő addigra 25 lesz. Ez magyarázta el nekem a múltkor, mintha én teljesen hülye volnék, és ezt magamtól sem tudnám. Szóval mostanában elég rosszul állnak a dolgok, és ez az állás akkor a legrosszabb, amikor apáik nincsenek otthon. Az még rendben van, hogy ilyenkor kitekeri a kezemből az okostegóját, de nemrég még a barátnőt is felhozta, és nem lehetett bemenni a szobájába, mert kitette a táblát, hogy belépni tilos. Aztán kijött, de csak annyi bőre, hogy piros filc odaírja mögé a tesóknak is. Persze bementem hozzá, hogy felhívjam a figyelmét az ellentmondásra, hogyha egyszer tilos belépni, ő hogyan jutott be? Ehhez kizártam. Egy ideig hallgatóztam, megmondtam, lehúztam. Az én testvérem szívesen kvadozik velem. Az én testvérem mindig elvisz autóval a barátaimhoz. Az én testvérem beszáll a játékba, ha kevesen vagyunk. Az én testvérem mindig akkor mond viccet, amikor iszok, hogy kifolyjon a víz az orromon. Az én testvérem mindig csal a játékban. Az én testvérem állandóan a földön fekszik, és csodálkozik, hogyha este rálépek. Az én testvérem folyton a számítógépen ültünk. Az én nagy testvérem nem hajlandó lemászni az emeletes ágyra, inkább bukni, ezért tele van hírfügy a foltokkal. Az én testvérem áthívja a barátait és kizavar a közös szobából. Az én testvérem mindig nyakó, mert külön szobát szeretne. A mi szobánk egy közönséges káosz. Jobban hasonlít szeméttelephez, mint gyerekszobához. Ketten lakunk benne, a rendel mindig egyiken a sor. Ez működött egy ideig, aztán elvesztettük a fonalat valahogy. Nem bírunk megegyezni, ki a következő? Apa szerint nem is szoba,
hanem a mohácsi csatamező. Mert kilátott zokit az asztalon, tányért az ágy alatt, papírt, ceruzát, szétszórva az ágyon. Azonnal szüntessük meg ezt a felfordulást, ha nem akarjuk, hogy mint Krisztus a vargát, jól megrázzon. Mi csak verekszünk, húzzuk egymás haját, nem értjük, hogyan jutottunk bajba. Legjobb lenne, ha anya vagy apa titokban rendet rakna. A rossz testvér, ahogy lát közepe, legtöbbször észre se veszi, ha nem beszélünk vele. Mindent ráhagynak, legyen már megint igaza. Mindene van, gyűjtöget, és ez mind nem elég. Bármiről van szó, nála a tonna a mennyiség. Jön kincses dobja tetején, bújka kapas is bába. Felülről nézi, ez neki a világ biztonsága. De nehogy azt hív, egy percig is el van így. Lila a dűtől, méreg zöld vagy kanálsága, mert a kék fületlen csuklódra így. A rossz testvér belefirkál az olvasókönyvedbe, a rossz testvér elveszi a játékodat. A rossz testvér szemed, de nem mutatja ki. A bátyámmal lebukult a kertesben, vagy délután megjött lakásban. Mostanában még a barátnője sem jön fel, mert állítólag idegesíti a legőződés. Szerintem meg ilyesmi egyáltalán nem idegesíti. Kérdés nem. A bátyámmal sokkal kedvesebb. Ha mosolyog, gödöltség vannak az arcán, és szinte mindig mosolyog. Amikor utoljára itt volt, akkor is nagyon megdicsért arra két a bázist, amit építettem. És közben megirántam a gödöltség az arcán. Azt is mosolyogva mondta, hogy megszokjazott, és hogy legyen szíves, hozzak meg egy iskolát, míg el is magyarázta, hogy honnan hozzam, nehogy itt legyen a sarki boltba, mert ott nem jó a vonal. Végig a úton, negyedik lámpasor már befordulok arra, azon az utcán is végig megyek, és szembe találom magamat a boltalnak, ott megyem be. Láttam, hogy már nagyon szomjas, rohantam hát, hogy minél hamarabb hazaérjek, csak az volt a baj, hogy mégis erős időben telt, mire jöhatott volna szegény, mert újra meg kellett tennem a távot, ugyanis ahogy hazaértem, vissza is kellett fordulnom, mert én sima kólát vettem, ő meg csak a cukorvérét iszta meg, mondjuk gondoltam volna, hogy egy ilyen már vigyázz az alakjára, ha már olyan szép van neki, átkiakul. Persze továbbra is kedves volt, nem kiabál, vagy ilyesmi, mint a bátyám szokott, hanem mosolyogva elmagyarázta, hogy miért jobb a szobor nélküli, és hogy miért nem kell annyira sietnem, mert mind közben ivott egy kis vizet, úgyhogy sokáig kibírja. Egyébként is, ha futó, akkor talán ne találok izzadni, az izzadságtól pedig leszomozom, és amikor hazaérek, és viszont már nem volt vizet, már kész a baj, szóval csak nyugodtan mozog a kódával, persze rohantam a szobor nélküliért is, hogy minél hamarabb ihassak, ha már annyira megkívánta, de hát azzal nem számolhatunk, sem ő, sem én, hogy a cukor nélküli drágább, mint a sima. Szóval nem cseréljük ki a boltba, csak akkor, ha kipótolom. Kipótolni viszont nem tudtam, mert az előző kor után visszaadtam neki az aprót, amit a pénztárostól kaptam, így aztán a harmadszorra is kellett mennem a boltba, de ő akkor is fontos volt velem, és most nagyon számolta ki a pénzt, megint csak ugott a futástól, mert még összetöröm magam, szóval igazából akkor sem a kólát feltette, hanem ennem. Úgyhogy nagyon jó benyomást szereztem róla. Arról már tényleg nem jött el, hogy amennyire harmadszorra is visszatértem, elment az idő, hogy közben haza kellett mennie, nem tudott így szegény, csak üzent a bátyámon, hogy nyugodtan így adnak a kólát, biztosan megszomjaztam. Nagyon velem van, ha akarok. Hagyhatok belőle a testvéremnek is, de ő szerencsére nem kért, viszont egyfolytában magyarázat még ittam, hogy miért nem vettem észre, csak szórakozott vele valám, mert ahol van nem is volt szomjas, csak azért küldött el valahányszor a boltba, hogy ő kedvesbe lehessenek a lakát.
szeretett Éva. Sötét éjszaka van, fényeséget látunk, megszületett Krisztus, aki réget vártunk. Az egész világon, jó, hogy tudom, mert nyílt, jut kilagásra, csak így